Jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a Zalasport nézőit. Az NB1-es női kosárlabda bajnokság A csoportjában egy rangadó, remélem, hogy méltán nevezem rangadónak, hiszen a ZTE a Diósgyőr együttesét fogadja, és gyorsan dobhatnak is az alaiak. Tiszta pirosban a vendég Diósgyőriek, tiszta fehérben pedig a házigazda ZTE is, az első kosár is, az első pont is, pontosabban a zalaiaknál, és ezt duplázhatja meg Hegedűs Őri Györgyi. A kettőből egy ment be. Gyorsan mondom a kezdőket. Bach Boglárka 3-assal, Nagy Dóra 8-assal, 11-essel Kirby Burkholder. Zele emelte át közben a gyűrűn a labdát oldalról, ő 15-össel játszik. És jön egy tripla az egerszegieknél. Jeffrey egy 3-assal nyit az amerikai kislány, remek kezű játékos, bár régóta sérüléssel bajlódik, még a Vasas ellen egy felkészülési mérkőzésen sérült meg, és még nem mondtam a Diósgyőriek 22-es számú játékosát, ő pedig bent a Melinka, egy litván játékos. Az egerszegieknél a kezdőben 4-essel Hegedűs Őri Györgyi, 9-essel Sigrid Kozjár, 11-essel Janessa Jeffery, 14-essel Kovács Georgina, illetve 15-össel Nadja Parker. Marad az egerszegieknél a labda. Stefan Svitek volt női szövetségi kapitány, dirigálja a Diósgyőri együttest, illetve Gáspár Dávid, valamint Horváth Zsófia, a zalaiak két mestere, és gyorsan mondom a játékvezetőket is közben. Egy jó dobócsel és egy zicser elsőre kimarad, másodjára viszont kiharcolnak egy faltot az egerszegiek. Parker volt az, aki még felugrott, és Bach Boglárkánál nem. Lent a Melinkánál fújják a faltot, ez került fel a táblára. Kettőt dobhat majd Parker. Tehát Sajtori Tamás, Kovács Nimrod, illetve Esztergályos Róbert dirigálja, vagy dirigálják a mai találkozót. A komisszár, az ellenőr pedig Forrai Sámuel az asztalnál. Jó volt az első büntető Parkernél, illetve jó a második is. 6-0-val kezdenek az alaiak. Nagy Dóra az elmúlt szezonban, illetve még azt megelőzően is az ETében játszott korábban. Zele Dorina is az egerszegieket erősítette, és borzasztó jó csapata van a Diósgyőrnek. És egy labdaszerzés, és Jeffery. És ez akár sportszerűtlen is lehet. Sőtori Tamás fújja a faltot Burkholdernél, de nem lesz sportszerűtlen, viszont van egy időkérés, és ezt gondolom, illetve már a táblára is felkerült, hogy Stefan Svitek, szlovák mester kérte. Egy borzasztó kemény héten van túl a Diósgyőri együttes, és még nem is tudtak hazamenni Franciaországból egyből, ide Zalaegerszegre érkeztek, és majd a találkozót követően mennek haza Miskolcra. Nagyon erélyesen hívja fel a játékosok figyelmét, nem halljuk pontosan, hogy miért, de a gesztikulációkból egyértelműen látni. Hú, aztán ott röpült egy tábla is, meg még talán valami más is. Nagyon-nagyon erélyesen kérte fegyelmezettebb játékra, vagy hívta fel a fegyelmezettebb játékra a csapat tagjait, ez egyértelműen látszott, és két büntetővel megint csak az alaiak jöhetnek 6-0-nál. Jeffrey, azaz Chucky, jó az első büntetője. Érkeztek Miskolcról is szurkolók, megszámoltuk őket a mérkőzés előtt, vagyis pontosabban kollégám megszámolta, 11 Diósgyőr szimpatizáns látogatott ki ide az zalaegerszegi sportcsarnokban. Nagy Dóra közben a labdával. Egyébként jól teljesítenek a nemzetközi kupákban is
a miskolciak, igaz, hogy most kikaptak a Eurocupban. Jön egy távoli közben, és célba is ér. Petkova. Cseh. Illetőségű játékos. Talált be a 6-75-ösön kívülről, aztán ő szabálytalankodik. Koizárral szemben az első faltja volt. Csapat szinten viszont már ez a negyedik, tehát bónuszba kerülnek az egerszegiek. Jeffrey lépett Kovács Georgina felé, hogy labdához jusson. Nagyon képzett, nagyon technikás játékos, megint csak van egy falt, volt egy ütközés, és ha minden igaz, akkor lent a Melinkára fújják a faltot. Mindjárt nézem, hogy ez kerülek fel a táblára, nem Nagy Dórára. És az ő helyére, mármint Nagy Dóra helyére érkezik 5-ös számmal Szabó Fanni. Ő, illetve Zele Dorina meghívást kapott a válogatottba is Székely Norbertől, és újabb büntetők az alaiaknál. Parker 3-3 eddig. Ez pedig a negyedik pontja Nadja Parkernek. Kovács Georgina próbálja Szabó Fanni életét nehezíteni, aztán leléptek róla, viszont a támadó lepattanót visszaszerezte Bach. Burkholder, ő is az ET-ben játszott az elmúlt évben, négy Zalaegerszegről igazolt Miskolcra, lejárt a támadóidő, jó volt a védekezés. Egyébként Burkholdert nagyon-nagyon szerették itt Zalaegerszegen, kiváló játékos, amerikai játékos, nagyon jó kezű és nagyon-nagyon jó csapatember Kirby Burkholder, tehát három korábbi ZTE játékos is erősíti a miskolciakat. Parker lépett el Melinka mellett. Ez rövid. Nem ért sem palánkot, sem gyűrűt. Viszont Jeffrey, hogyha van egy pillanatnyi lehetőség, hogy fölemelje, ő dobni fog, és most igaz, ez inkább a kivételek közé tartozik, nagyon-nagyon jól dobálja a távoliakat, jó százalékkal értésíti őket. Bak. Burkholder. Lejön a pattanó. Az egerszegiek esélyét talán növeli az, hogy ugye fáradt lehet egyértelműen a Diós Győr gárdája. És egy gyönyörű kosár megint Parker, most már 6 pontos. Jeffrey pedig 5, az egerszegieknél 12-3. A Burkholder. Ez pedig Parker szedte le. És ha jól látta, akkor Diós Győri kézről került az alapvonalon túlra, és ezt is ítélték a játékvezetők. Engelmann Mónika érkezett. Ő is amerikai légiós a Diós Győrieknél. Marad a labda az alaiaknál, és van egy sejtésem, hogy én eddig az egyik játékos nevét rosszul mondtam. Koizár. Hoppá! Érkezik egy újabb hármas. Szigi Koizártól 15-3. Nagyon fegyelmezettek az egerszegiek. Ez most az új idényben egyértelműen látszik a játékukon, illetve azért a költségvetésük is talán többet enged meg. Jeffrey, egy újabb dupla, és egy újabb időkérés érkezik vendég oldalon. Janessa Chucky Jeffrey átveszi most az első helyet a pontdobók között. Ő már 7 találattal áll, második helyen Parker, a túloldalon egyetlen tripla eddig Petkova.
Említettem a Eurocupot, ott az F csoportban a második helyen áll jelen pillanatban a DVTK, a francia csapat, Carolo Basket áll az élen. Diósgyőr, illetve Rutronyik Keltern, német gárda a harmadik jelen pillanatban, illetve a Peac Pécs a negyedik. 88-78-ra kikapott Franciaországban a Diósgyőr, de abszolút nem vallottak szégyent a miskolci lányok. Sok sikert kívánunk nekik a folytatásban is természetesen. Majd november 22-én a Pécs ellen, a Peac ellen következik az újabb meccs. Aztán bő egy hét múlva pedig Németországba utaznak. Azzal zárul, azzal a mérkőzéssel zárulnak majd a csoportkör összecsapásai. Megint csak egy jó közbe nyúlás. Hegedűs Őri közbe tudott nyúlni egy kéz. Ha jól láttam, akkor Peckova volt az. Alapról jöhetnek az alaiak. Kovács Georgina lépne a labda felé. Ez még megvan Hegedűs Őri Györgyinek. Kis szerencsével, de maradt az egerszegieknél. Kojzár, jó osztrák válogatott játékos. Megint elenged egy távolit. Ez pedig Parker begyűjti még. Újraindult a 14 másodperc. Jeffrey. A gyűrű tövén pattant a labda. Aztán most már a Peckova hozta el. Igen, van. És van egy szabálytalanság az alaiaknál. 17-3. És 5 másodperccel vagyunk túl az első játékrész felén. Két büntetővel jöhetnek majd a piros mezesek. Kovács Georginánál volt a szabálytalanság. Jó az első büntető. Engelmann első pontja. És jó a második büntető is, 17-5. Kojzár. Kovács. Ott megint csak kezet értek a vendégek. Ezt fújták a játékvezetők. Kovács. Jó az első. És bent van a második büntető is. Parker helyére pedig érkezik 12-essel Elizabeth Powell. Az egerszegieknél center poszton tehát váltanak az alaiak, és lesz majd a vendégeknél is váltás. Bach. Szépen kiátszott támadás, viszont pontatlan a befejezés. Kojzár hozza el a pattanót, aztán Kovács Georgina. Hegedűs Őri. Kojzár. Számolnak a padról. Jeffrey. Ezt már azért kellett elemelnie Jeffreynek, mert lejárt volna támadó idő, és egy újabb váltás. Szabó Fanni hagyta ott a labdát, Engelmann. Jön a távoli, ez is célba ér. Szabó Fanni, a második tripla vendégeknél, 19-8. Kojzár. Gorjanáctól kapta vissza, aztán Gorjanác. Pavel
próbálják megjátszani, megtartja a labdát, van egy befutó, és egy gyönyörű Kajzár kosár, szép volt a leosztás Páveltől. Engelmann. Egy jó blokk, és még időben tovább tudta tenni. Pavel Kajzár nagy lendülettel. Hegedű Sőri. Most nem volt falt. Rossz helyre tudta hátra tenni estében Hegedű Sőri Györgyi. És egy újabb kosár. Megpróbálta még Kajzár elcsenni a labdát. Peckova a kosár szerző. Kajzár, Pavel, Hegedű Sőri, Gorjanát futna keresztbe, Kajzár, Burkholder mellett, ment volna el lépéssel, indult Kajzár, ezt fújt a Söjtöri Tamás, jön Nagy Dóra, Szabó Fanni helyére, és jön Gáspár Szalai Virág, ő pedig Kajzárt váltja. 21-10, nagy tapsot kap Szigi Kajzár. És ami öröm itt a közvetítő állásból, hogy azért mérkőzésről mérkőzésre egyre többen látogatnak ki a női meccsekre is. Ugye az ETA férfi kosárlabda csapat az elmúlt időszakban azért elkényeztette a szurkolókat. Most nem bajnoki címről beszélünk, de azért oda kerültek a legjobbak közé. Tavaly pedig bronzérmet szereztek, ugye megszokhattuk már itt egerszegiként, hogy teltházas mérkőzések sora van egy szezonban. Mert a hölgyeknél eddig azért nem ez volt a jellemző, most már azért látványosan többen jöttek ki a mérkőzésre. Mind a kettő kimarad. A kis Angelika dobta a két büntetőt, nem talált be. Gorjanác. Gáspár Szalai Virág. Parker. Bele tudott még érni egy kéz. Talán éppen kis Angelika volt az, aki lelassította a labdát, és így nem jutott el a címzethez. Nagy Dóra egy távoli gyűrű tövén, aztán két magas ember ugrik a labdáért, Parker hozza el, Gáspár Szalai Virág. Valamivel több mint másfél perc van még hátra az első játék részből. Parker. Leért már Kovács Georgina a lába, és most jön az időkérés az egerszegieknél. 1 perc 26 másodperc van még hátra a negyedből, 21-10 az alaiaknak. Oldalról jöhet majd a DVTK, Burkholder, Nagy Dóra lépett a labda felé, meg is kapja. Nagy Dóra, remek irányító,
nagy kedvenc volt Zalaegerszegen is. A pattanó pedig Pavelé. És már kilépett Burkholder a labdával, vagy legalábbis kint volt a cipő óra. Ezt ítélt a játékvezető Kovács Georgina. Gorjanác. A lábat ért a labda. Burkholder esett el közben. A vendégeké. A támadás, akkor pontosan egy perc van még hátra az első felvonásból. És oldalról jöhet a Diós Győr. A nagy Dóra. Kis. Peckova. Nagy Dóra jött el a labdáért. Egy pillanatra úgy tűnt, hogy fölemeli. Aztán nem. Parker mellett próbálta gyűrű felé emelni Nagy Dóra. A pattanó visszakerült az egerszegiekhez, faltal együtt jött a rádobás, de nem ment be Parker középtávolia, vagy inkább közelinek mondható már ezt, hiszen a festékből emelte föl. Az amerikai kislány, de dobhat két büntetőt, fél perc még. Az első negyedből. Még gyorsan elvégezte az első büntetőt, azért hosszabban szokott koncentrálni. A Parker, a második már bent van. 6-ból 5-öt értékesített eddig, 22-10, Nagy Dóra. Gáspár Szalai Virágnál van a hiba. Oldalról jöhetnek majd a piros mezesek. Maradt még egy felhasználható faltja az alaiaknak. 3 csapathibájuk van mindössze eddig. A negyedben Burkholder. Elcsúszott. Gorjanác pedig rávetődik a labdára, és ki tudja tenni oldalra Parkerhöz. Aztán Gáspár Szalai Virág. 6 másodperc még. És egy kettes még a végére. Belógott Kovács Georgina cipője orra. Burkholder, aztán Nagy Dóra labda útja. És gyorsan még elmondom, amit talán van idő. Várjuk meg még ezt a Diógyőri támadást. Burkholder picit laposan engedte el, aztán másodjára fölteszi, ez is lejön, de Kis visszaszedi, Nagy Dóra. És az alapvonali játékvezető fújta, hogy Pavel érzi a combját, lehet, hogy ott ütközött, és azt érzi még. Visszáll 14 másodpercre az óra, Nagy Dóra jöhet majd oldalról. Talán már nincs probléma Pavelnél, nagy érvágás lenne az alaiaknak, és van egy támadó hiba. És ha jól láttam, akkor Burkholder, így van, Burkholdernél neki a második faltja ez. Tehát a hírek szerint, vagy legalábbis ami eljutott hozzánk, úgy tudjuk, hogy ezt a mérkőzésre az egyik belvárosi kávézóban is kivetítőn nézik. Hát köszöntöm őket nagy szeretettel, és reméljük, hogy az Alasport hétvégi közvetítéseit is majd figyelemmel kísérik. Nagyon jó kezdeményezésnek tartjuk, és érezzék jól magukat, jó szurkolást! Pavel, őt akartam mondani, hogy őt lökték meg, de aztán mutatja Söjtöri játékvezető, hogy kint volt a könnyék, és ezért támadót fújnak Elizabeth Pavelre is. Tehát egy-egy támadó hiba mind a két oldalon ebben a negyedben, vagy pontosabban a negyed elején. Nagy Dóra, Kovács Georgina próbálta meg feltartóztatni, legalábbis rövid időre. Ez pedig nem volt jó átadás.
Jeffrey. Ha ő elkapja a fonalat, akkor kis túlzással mondom azt, hogy megállíthatatlan. Minden tud a labdával, vagy szinte minden tud a labdával, aztán megint csak kiharcol egy faltot. Csaki. Na most megmondom őszintén, amitre utaltam az első negyedben, és ennek utána kell majd néznem. A vendégek 22-es számú játékosa, az Melinka, vagy pedig Melnyika. Mert két különböző felirat van, és ha eddig rosszul mondtam volna, akkor elnézést ért a táblára, itt a sportcsarnokban Melinkának írják. Közben jó mind a két büntetője Csakinak, 9 pontos ezzel Nagy Dóra, 26-10 az állás. Engelman. Zárásból jól jöttek ki, Pavel szedi össze a pattanót, aztán oldalra dobja el. Parker, nem megy be az itzer, picit jobban rá kellett volna borítani, de már vissza is ért a helyére Parker. Egész messze kijött zavarni Nagy Dórát. Ez pedig nem jó átadás. Érződik a fáradtság a diógyőrieken, és azt hiszem, hogy abszolút nehéz sorozat, amit a miskolciak produkálnak. Minden tisztelet az övüké. Jeffrey emeli a gyűrű tövén, pattant, aztán Pavel még el tudta paskolni, Burkholder viszont a sarokból utolérte még a labdát, nem hagyta, hogy kimenjen. Hát nem éreztem Nagy Dóra mozdulatán, hogy ő szabálytalankodott volna, de én távol vagyok az esettől. És nem is nála fújták a faltot, hanem kis Angelikánál, akkor viszont máshol történt a szabálytalanság. Legerszegiek jöttek oldalról. 2 perc telt el a második negyedből, 16 pontos zalai előny. Bravúra készülnek egyébként az egerszegiek. A mérkőzés előtt az Gáspár Dávid a meccsel kapcsolatban lenyilatkozta Kovács Georgina. Ez így pont egy gólpassz Parkernek, aki szintén 9 pontnál tart. Csak úgy, mint Jeffrey. Nagy Dóra. Jó volt a váltás most védekezésben az alaiaknál. Kis teszi tovább Burkholder. Őre azért szorosabban kell figyelni, mert mondtam, hogy borzasztó jó keze van. És az utolsó pillanatban oda tudott paskolni. Igaz, kézzel együtt ütötte el a labdát Jeffrey. A kettő büntető jön majd. Laura Aldazabal érkezett 21-es számmal. A vendégekhez és az alaiaknál is jön Hegedűs Őri Györgyi, Kojzár. Tehát mind a két oldalon változtattak a mesterek. Jó, az első büntetője Burkholdernek, és ez az első pontja is mindössze. Amúgy borzasztó ponterős játékos Burkholder. És ha már említettem Aldazabált, az lábbal fogta meg Burkholder a labdát, vagy állította meg a Burkholder a labdát. Most 24-re állítják vissza az órát. Akkor azt is el kell mondani, hogy Aldazabál is volt az alaiak játékos, a korábban még a Soprontól kapták kölcsön a fiatal játékost, ő egyébként magyar illetőségű kézilabdázó lánya. Parker. Burkholdernél láttak faltot. És neki ez most már a harmadik. El is indult az oldalvonal felé Kirby Burkholder. Mutatta Stefan Svitek, hogy fáradjon vissza a helyére. Kovács Georgina ott hagyták a sarokban.
elindul az alapvonal felé. Parker, ez lapos, viszont Kojzár összeszedi a pattanót. Nagyon elszántan és fegyelmezetten játszanak az alaiak, ezt tudom csak ismételni. Hegedűsőri, egy szép tempó, az utolsó pillanatban Hegedűsőri Györgyi talál be, és ezzel eléri a 30 pontot az Ete. 12-nél járnak a vendégek. Kettőt pattant a gyűrű szélén, távoli. A Bach Boglárka eresztette el, és nem is sokat tévesztett. Kojzár, Kovács Georgina is tapsolnak az egerszegi nézők. Pláne, hogyha ez még beesett volna, de megmenti Hegedűsőri. Ez pedig egy szép szerelés Burkholdertől. Szó sem lehetett faltról, ez látszott, hogy kipörgette Kojzár kezéből a labdát, aztán elengedi Burkholder, de nem megy be, most nem ülnek a dobásai Burkholdernek. Az alaiaknál nem volt ritkaság, amikor 30 pont közelében emelgetett be egy-egy mérkőzésen. Mondom, nagyon-nagyon szerették itt Egerszegen. Hegedűsőri, egy nagyívű dobás, ami nem érte el a gyűrűt. Ha még marad 2-3 másodperc, akkor Jeffrey minden bizonnyal betalált volna, hiszen gólpaszt kapott, csak hát lejárt a támadó idő. 30-12, és lassan-lassan közeledünk a második negyed feléhez. Akkor gyorsan kihasználom, még elmondom az Alasport hétvégi közvetítéseit. Próbálom így sorrendbe szedni, vagy majd a legközelebbi pici szünetnél. Addig átgondolom, mert elég sok minden fog történni majd itt az Alasport csatornáján. Nagy Dóra Áldazavár próbál pozíciót fogni, aztán szabálytalankodik vele szemben. Parker emeli is a kezét. Ez a harmadik csapathiba az egerszegieknél, akik egyébként bónuszban vannak, alapról jöhet majd Nagy Dóra, és Parkernek is van most már faltja. Ezzel pedig Kojzár ellép, megelőzte a Bach Boglárkát. 20-szal vezet az ETA, és azt hiszem, hogy erre senki nem gondolt, hiszen mondom, bomba erős a Diósgyőr, és 100%-ig biztos vagyok abban, hogyha nem Franciaországból érkeznek ide Zalába, akkor teljesen más a felállás. Hegedűsőri, egy szép hát mögötti átvétel, és megmentette még Csaki. Kojzár remekül beleválasztottak, hogy így mondjam, a légiósokba, ott pedig kezet ütött Nagy Dóra. Ezt jelzi a játékvezető. Említettem, hogy Kovács Nimród, illetve Esztergály és Róbert segítik a első számú játékvezető Söjtörgyi Tamás munkáját. De megmondom őszintén, őket nem ismerem még. Kovács Nimródot tudom, hogy ez az első szezonja. A játékvezetők között, akik ugye már rácsoportos mérkőzést is vezethetnek. Azt hiszem heten vannak, akik most kerültek fel. Második kiperdül, Kojzárnak egy pont azért jár. Ő is 8 egységet gyűjtött eddig. Nagy Dóra. Most jól járatták körbe. És jön egy tripla. Nagyon jól dobja Peckova a hármasokat. Ez a második távoli, ami célba ér. 33-15. 4 perc, 20 másodperc van még hátra a fél időig. Parker. Kojzár nem emelte föl. Kovács Georgina. Ott megint csak kézre ütött Peckova. Jó az első büntető Kovács Georgina. 5 pontos ezzel. Most már 6. 35-15, megint 20 pont közte. Engelmann
elég sokáig dédelgette a labdát, amire talált társat. Aldazabal. Parker. Besapkázta Aldazabalt, Kojzár pedig áthozta időre még a Diósgyőri térfél a labdát Kovács Georgina. Védekezésben nagyon jól teljesítenek az alaiak. Kojzár. Jeffrey. Egy tripla. Őnek is a második hármasa. 3,5 perc még a nagy szünetig. 38-15. Nagy Dóra. Egyébként a negyedik helyen áll jelen pillanatban a Diósgyőri csapat a táblázaton. Egy távoli ez most lejön, és Jeffrey hozza el a labdát. És még meg is tudta tartani. Egy pillanatra elhagyta, de aztán megmentette még. Hegedűsőri Györgyi. 4 győzelem, 1 vereség. Az eddigi mérleg, Jeffrey. Estében Jeffrey. Mondom, ha kedve van, akkor ő nagyon-nagyon látványos dolgokat tud mutatni, és integetett közben ki Gáspár Dávid felé, hogy szerintem cserét fog kérni, és már szól is Gorjanácnak Gáspár Dávid. Vasas ellen sérült meg. Ellépte Aldazabal. A sarkazóláb fölemelkedett, ezt fújta a játékvezető. Jeffrey pedig vastapsot kap. És Parkernek is jár természetesen. Ő is kap egy kis pihenőt. Gáspár Dávidtól. Jön Pavel. És ugye a másik játékos pedig Gorjanác, aki éppen a Diósgyőrtől érkezett Zalaegerszegre. Ő is kiválóan játszik a szezonban. Gorjanác. A legjobbkor mondtam ki. Gorjanácnak is van most már pontja a mai mérkőzésen. 42-15. Nagy Dóra. Az elmúlt években azért rendre megtréfálta a Diósgyőr. Hát még tréfáról nem igazán lehet beszélni, hiszen jóval erősebb kerettel rendelkezett évek óta a DVTK, mint vezete, de hát mondjuk tavaly is mind a két helyszínen, tehát Zalaegerszegen is, illetve Miskolcon is legyőzték az etét. Gáspár Dávid pedig annyit mondott az idei szezonról, hogy a favoritokkal nem tudják felvenni a versenyt, tehát a Győrrel, a Sopronnal, tehát a nagy csapatokkal, de hát ezek közé tartozik a Diósgyőr is, meg a Peac is. De szeretnének azért bravúrokat mindenképpen a szezonban. Hegedűsőri, Gorjanác hozzá el a pattanót. Kojzár. Páveltől jött az árás, szépen lépett ki belőle Nagy Dóra. Upa, ezt nem tudom, hova szánta. És Hegedűsőri Györgyi, úgy érzem, hogy ez kicsúszott a kezéből Pavelnek. Tette volna föl, és lépéssel állt meg Nagy Dóra. Hát ő nála volt a labda, másra nem tudok gondolni, hogy akkor nála látott a játékvezető lépéshibát, de nem akarok vitatkozni. Itt nem tűnt annak. Hegedűsőri Györgyi, még 1 perc van hátra. Kojzár. Itt pedig kilépett Gorjanác. A közben Stefan Svitek kapott egy figyelmeztetést a reklamálásért. A folytatásban hasonló dologért már jár majd a technikai, vagy jön majd a technikai kis. És kézzel együtt ütötte el a labdát Kovács Georgina. Büntetők jönnek majd, és Kovács Georginának is a harmadik faltja ez a mérkőzésen, csak úgy, mint Kirby Burkholder a túloldalon.
ő is most már, hát nem mondom, hogy a kipontozódás szélére kerül, de a folytatásban azért fokozottan kell figyelni, hogy ne legyen belőle probléma, kimaradt az első büntető. Második jó, Vukov Szonya, 2-1. És van egy időkérés. 42-19 és 45,3 másodperc van még hátra a fél időből. Egyedül a Sopron tudta legyőzni ebben a szezonban, az idei szezonban az Aluinven DVTK Miskolc gárdáját, és ráadásul Diósgyőrben tudtak nyerni, igaz, nem nagy pontkülönbséggel, 79-65 lett a hűségvárosiaknak. Az első fordulóban Vasas gárdáját verték, a Pasaréti úton 89-54 volt a miskolciaknak, aztán nyertek Cegléden, ez már egy szorosabb mérkőzés volt, 85-81. Könnyedén győzték le az MTK gárdáját, illetve Pink Pécsi 4-24 együttesét is idegenben 78-54-re, tehát jól teljesítenek a diósgyőriek, nem csak a Eurocup-ban, hanem a hazai bajnokságban is. És azért ez egy komoly dolog, tehát nagyon komoly dolog az, hogy nemzetközi megmérettetést is vállalták. És mondom, ebben az eredményben, ami jelen pillanatban itt az első fél időben kialakult eddig, abban azért bőven-bőven benne van ez a franciaországi mérkőzés, illetve az utazás fáradalma. Kovács Georgina Koizártól kapja vissza. Még fél perc, Koizár, jó a váltás, Pavel, kivarázsolta a kezéből Aldazabal, de kicsúszott, nem tudta megtartani. Maradt még 5 másodperce az egerszegieknek, hogy rádobják. Ennyi van a támadó időből hátra, Koizár jöhet majd alapról, Kovács Georgina lép a labda felé. Gorjanát dobni kell, nincs idő már vinni. Nem ért el a gyűrűt. Nem biztos, hogy észrevette, vagy észlelte Gorjanác, hogy már csak 5 másodperc van. És ennyi alatt be kell fejezni a támadást. Nem lett volna ez rossz, hogyha a dobás eléri a gyűrű szélét, mert akkor újra indul a támadó idő. 13 másodperc még. 42-19-nél. Nagy Dóra. És megszerzik az egerszegiek. Nagyon cipelni nem lehet. Viszont egy faltot kiharcolnak. Ebből viszont így dobás van. Engelmann Mónikának a második hibáját jegyzik be. Az egerszegiek jöhetnek. De nem indult el a támadó időt jelző óra. És megint csak a félpályától kell majd hozni. Koizár. Nagy Dóra. Kergeti mindenhova Koizárt. Jeffrey. Gorjanác. Jeffrey. Jön a zárás Parkertől, Jeffrey oldalról találta el a gyűrűt, Nagy Dóra. Jön egy távoli, ez lepattan, és összeakadt ott a két játékos. Szigi Koizárnál volt a falt, ez az első hiba a második fél időben, 42-19-18. 9-re nyerte a második felvonást, az az elsőt 24-10-re. Nagyon-nagyon kifacsart állapotban vannak a miskolciak, ez látszik a franciaországi mérkőzést követően.
és az övék az első kosár itt a második félidő elején. Hát még mindig Zenta Melinkának írják a táblára, de közben Kerkai Attila barátom, kollégám küldött egy SMS-t, hogy Melnyika ő és elnézést érte, hogy eddig tévesztettem, de tényleg a nagy tábláról olvastam le a pontszerzőket. És ott hibásan írják ki. Jön egy távoli rádobás, Parker hozza el a pattanót, aztán belefordult még Melnyikába. Nagy Dóránál pedig egy újabb hibát látnak a játékvezetők. Neki is most már ez a harmadik hibája. Harmadik faltja találkozón. Oldalról jöhet az ETL 42-21-nél. Kojzár. Jeffrey. Hegedűs Őri. Parker. Egy szép tempó. 11 pontos Parker. Második olyan játékos, aki átlépi a 10 pontot. Jeffrey 14-nél tart. Nagy Dóra. Szabó Fanni. Egy tiszta dobó helyzet, rövid, Nagy Dórája a pattanó, nem is kellett nagyon lépnie, utána éppen a kezébe pottyant Nagy Dórának. Parker pedig megmenti még a vonal előtt, bele tudott még érni egy egerszegi kéz, Jeffrey. Jól zártak össze előtte a vendégek, nem tudott elindulni a palánk felé, Kojzár viszont ezt megteszi. És Melnyikánál a falt. Neki is a harmadik. Kettőt dobhat majd Szigi Kojzár. Jó az első. Ha a második is bemegy, akkor ő is eléri a tizet. Már pedig bemegy. 46-21. 25 pontos egerszegi előny Nagy Dóra. És egy támadót fúj Söjtöri Tamás. És ezt is Melnyika a kapja, akkor neki a negyedik, és ő most már tényleg a kipontozódás szélén. Jön Zele Dorina a helyére. Hegedűs Őri Györgyi. Jeffrey kérte el a labdát. Akár be is vihette volna, de így jobban járnak az egerszegiek. Dob egy triplát. Górjanát Ágnes. Megint pattanót szed az Ete. Hegedűs Őri Györgyi. Parker. Górjanát. Kojzár. Ő volt a befutó, de figyeltek rá, nem tudott bemenni a gyűrű felé. Kojzár, Górjanác. Ez most rövid, illetve alacsony ívben emelte föl, 49-21. Nagy Dóra. Hárman zárnak össze előtte. És egy falt. Górjanác. Kojzár nézett egy picit kérdően Söjtöri Tamásra, de nem nála volt a hiba, hanem Górjanác Ágnesnél. Nagy Dóra jöhet oldalról. Zele. Nagy Dóra kéri vissza. Zele. Ő is fölemeli a távolit. Nem sokat tévesztett, de nem volt, aki menjen a pattanóért. Jeffrey. Picit vaktában dobta vissza, és a nevető harmadikként Hegedűs Őri Györgyi elhozott. Elakadt a lábak között a labda. Hegedűs Őri Györgyi pedig elhozza, és közben meg kellene törölni a labdát, ezt kérte
a játékvezetőtől, Megerősőri Györgyi, egy újabb váltás a vendégeknél. Jön Vukovs Szonya, és Mónika Engelmann ül le. Kajzár. Óriási teherbírású játékos, Gorjanác, Parker. Egy újabb kosár Parkertől. Hát 30 ponttal vezet az ET, azt hiszem, hogy erre senki nem számított, bár azt azért tudtuk, hogy egy nagyon-nagyon kemény meccsen vannak túl. Nagy Dóra dob egy triplát. Nagy Dobócs után ellépett még oldalra, aztán beemeli a távolit Nagy Dóra. 6 pontos ezzel a hármassal. Jeffrey. Így lépett, ütközött. Most kap egy figyelmeztetést. Jeffrey a reklamálásért. 51-24. 5 másodperc és a harmadik negyed feléhez érünk. Nagy Dóra. Bevitte oda a darálóba. Jön egy távoli, ez most lejön. Hozzá tudott még érni Újhegyjel Kajzár, de elhozni nem sikerült a pattanót. Jól védekezett most Hegedűsőri. És jön egy újabb tripla. Peckova. Ez a harmadik hármasa. És ő az első vendégjátékos, aki át tudja lépni a 10 pontot. Gorjanác. Szabó Fanni pöckölte ki a kezéből egy pillanatra a labdát. Gorjanác. Nem ment be. Zicsert már nem tudta jól feltenni Gorjanác. A Diós Győr a kedvezményezett. Marad náluk a labda. 4 perc, 3 másodperc. Ennyi van még hátra a harmadik felvonásból. A Peckova nem tudott a gyűrű felé fordulni. Nagy Dóra. Most kapja vissza Peckova, aztán jön Parker. Ezt pedig Zele oldotta meg ügyesen. Ez az első kosar az Eledorinának. 51-29. Tíz-kilencre ebben a negyedben a Diós Győriek állnak előrébb. Gorjanáci a pattanó ki is hozza, de nem ér, szerintem gyűrűt figyelni kell, lejár a támadó idő, nem? Akkor viszont elérte a gyűrű szélét a dobás. Parker. És az utolsó pillanatban Kajzár talál be. 12 pontos Kajzár. Van egy hiba. Az alaiaknál Hegedűsőri Györgyi második faltja volt ez, ilyen Burkholder. Az alaiaknál pedig a Pavel, illetve Gáspár Szalai Virág. Parker fújhat egyet, illetve Jeffrey, aki még kap egy kis szusszanásnyi időt Gáspár Dávidtól, de minden bizonnyal néhány percen belül jönnek majd ők vissza, hiszen kulcsemberek az etében mindketten. A zsűri asztalnál volt egy kis tanácskozás. 3 perc, 8 másodpercen áll az óra, innét indul majd. Az első pályán lévő játékos hozzáér, Burkholder. A Peckova teszi tovább, Nagy Dóra. Vukov. Kiperdül.
Burkholder hozza el, és Zele kapott egy gólpaszt, ki is használja Zele Dorina a második duplája gyors egymás utánban. 53-31, 2 perc 45 másodperc még a negyedből. Pavel. Egy remek befutás, Gáspár Szalai Virág. Ő is kosárszerző most már a mérkőzésen. Vukov. A pattanó az egerszegieké. Gáspár Szalai Virág, 55-31. Pavel. Egy jó tipp, dupla, bocsánat. Bőven bent állt. A vonalon belül Pavel. Ő is az első kosarát dobta. És Pavelnél a falt. Neki a második hibája ez a találkozón. Bónuszba kerül a Diósgyőr, de hát innétől fogva már a faltokat, dobások követik majd. A piros mezeseknél eddig 3 csapathiba jött össze ebben a negyedben. Nagy Dóra. Burkholder. Most Gorjanácnál volt a szabálytalanság. Kettőt dobhat Burkholder. 1 perc, 50 másodperc. Ennyi maradt még a harmadik negyedből. Burkholder az elsőt rövidre emeli. A második csont nélkül. 3 pontja van mindössze Burkholdernek, mind a 3-at büntetőből szerezte. Mondom, nem volt ritka, hogy Zalaegerszegen 30 pont környékén szórt. Most az egerszegiek a kedvezményezettek, ugye feldobás lett volna még a régi szabályok szerint. De a nyíl a Diósgyőri palánk felé mutatott, a zsűri asztalnál most fordították meg. Gorjanác. 4 másodperc még. Ez bravúr kosár, Kojzár. 14 pontos közte egy tripla, 59-32. Zele. És közben lent maradt Nagy Dóra. Most segítik föl az egerszegiek. 1 perc, 8 másodperc még. Kojzár. Gáspár Szalai Virág kimarad az ittszer, de azért, mert volt egy lökés. Bach Boglárkánál 54,2 az óraállása. Az első kimarad. A második bent van. 60-32. Burkholder. Gorjanácnál még egy hiba, és most már dobás. Említettem már korábban, hogy bónuszba került a Diósgyőri csapat, Burkholder állhat oda a vonal mögé megint. Az előbb 2-ből 1 ment be, most mind a 2 bent lesz. Nagyon jó büntetőzőnek számít, egyébként ritkán hagyott ki egy pontost. 60-33. 60-34. Kórjanác helyére jön Kovács Georgina.
Borjanác is megkapja a megérdemelt tapsot a nézőtérről. 45 másodperc még, Gáspár Szalai Virág. Pavel. Hegedi Sőri Györgyi pattanót el tudta még ütni Pavel, de rossz helyre. Itt pedig az egerszegiek, így van, Burkholder combjáról került az alapvonalon túlra a labda. Végig támadhatja az ETL hátralévő időt. 60-34-nél. Hegedű Sőri, Pavel, Gáspár Szalai Virág jött el a labdáért, Pavel, ez lapos. Ez a vége, ha bemegy sem adják meg, ezt mutatta a játékvezető még. 60-34, 30 perc játék után az állás. Mielőtt döntene, nézzen be hozzánk Zalaegerszegen a Hok János út 72 szám alatti Fáraó bútorboltba. Minőségi kárpitos garnitúrák erősített rugózattal, kanapék kiemelő mechanikával, osztályon felüli fenyőbútorok válogatott csomómentes fronttal, konyhabútorok egyedi méretben is, tervezéssel, felméréssel, kivitelezéssel. Szekrénysorok, gardróbok, komódok, polcok, nagy szín és méret választékban. Fürdőszobabútorok folyamatos akcióban. Luxus minőségű matracok bevezető áron, egyedi méretben is, rövid szállítási határidővel. Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat! Elkezdődött a záró felvonás, 26 pontos előnyben az ETE, Kis, Zele. Egy jó bejátszás kap Burkholder, és becsorog. Ez az első olyan kosara, amin nem büntetőből esett. Gáspár Szalai Virág. Zelénél a falt, ott volt üresen Parker. Kapta volna a labdát, hogyha nem szabálytalankodik Zele Dorina, muszáj volt ezt beütnie. Alapról jöhet az ete. 18-15-re a harmadik felvonást is megnyerték az egerszegiek. Parker. Ugye egy gyönyörű kosár. Ügyesen oldotta meg. 15 pontos most már. Szabó Fanni. Burkholder megnézi, de röviden engedi el, ez pedig Koizár elhozza. Gáspár Szalai Virág. Koizár. Gáspár Szalai Virág. És Parkernél van egy támadó hiba. Második faltja volt az amerikai kislánynak.
Említettem, hogy ő egyébként Japánban, Okinaván született, hanem is ezen a mérkőzésen mondtam. Németországba járt középiskolába 3 évig. Beszéli a japánt is, a német nyelvet is, meg természetesen az angolt. Gáspár Szalai Virágnál is van egy szabálytalanság, egy falt, és jön vissza Csaki, az a Jeffrey, ő pedig Koizárt váltja. Remekül játszik az osztrák kislány. Tavaly fejezte be a tanulmányait a Main Egyetemen. Ott is remekül teljesített, akár tanulás tekintetében, akár a sportban. Szép egyéni megoldás. Szabó Fanni. Volt egy triplája korábban. Gáspár Szalai Virág, 62-38. Azért kevesebbszer mondom a találkozó állását talán a korábbiaknál, mert ott van az eredményjelző tábla a sarokban. Jeffrey. Hú, micsoda! Kosarat szerzett Csaki, 16 pontos. Két tripla közte. 64-38. Burkholder remek labdát kapott, és ő neki ez rutin. Eléri a 10 pontot. Megrázta magát most már Burkholder. Az első 5 pontját büntetőből szerezte. Nem érte el a gyűrűt a dobás. Ment még érte Parker, de már megmenteni nem tudta. 2,5 perc eltelt a záró felvonásból is, 24 pontos előny az egerszegieknél. Parker, egy jó blokk. Ügyesen tartotta meg, aztán megvárta, amíg Jeffrey átveszi tőle a labdát. Parker! Egy újabb falt. Belefordult az egyik vendégjátékosba. Emelte is a kezét, nem is volt vita róla, hogy ez szabálytalanságban nem 3 perc eltelt közben a záró felvonásból. Burkholder meg tudta még menteni kis Angelika. Ott összezárnak, már nem tudott visszafordulni. Ez pedig Zelétől egy szép zicser. Meglátta a rést ott a védelemben, és egyedül meg is oldott az Eledorina. Jeffrey. Ó, ez egy remek meglátás volt Gáspár Szalai Virágtól. Csak falt árán tudták megakadályozni Parkert az újabb kosárszerzésben. És jön vissza Koizár, illetve jön Hegedűsőri Györgyi, Gáspár Szalai Virág, valamint Elizabeth Powell ülnek le. 64-42-nél Parker büntetőzhet. És jön majd Górjanác is a büntetőket követően az egerszegieknél. Jó, az első 16 pontos Parker megelőzheti Jeffreyt, hogyha második is bemegy. 14-nél tart Koizár. Jeffrey szedte össze a büntetőt követően a pattanót. Kovács megnézi. Nem sokon múlt. Megint Parkerre fújnak faltot a játékvezetők. Ő Burkholdert lökte meg. Vissza kell jönni a Pavelnek, ez volt Parker negyedik faltja, és jön Górjanác, ahogy említettem, Kovács Georginát váltja.
Bő 6 perc van még hátra a találkozóból, 65-42. Szabó. Burkholder. Röviden engedi el, Jeffrey szedi a pattanót. Boglárka faltól most. És most kerül bónuszba az ET-je. Nem, akkor csak a harmadik volt. Mármint csapat szinten a Diós Győrieknél. Jeffrey. Pavel. Ő is kapott egyet. Kis Angelikától. Most viszont már tényleg bónuszban van a zete mind a két oldalon, 4-4 csapat hiba ebben a negyedben. Kajzár. Hegedű Sőri Györgyi. Jeffrey. Padról számolnak, ezzel segítenek a játékosoknak. Egy újabb dupla. Jeffrey 18 pontos. 67-42. Bach. Ez sportszerűtlen Zelénél. Ő úgy vetődött most a labdára, hogy kisodorta Jeffrey lábát. Zala Dorinának is most már a harmadik személyi hibája. Jön Nagy Dóra, illetve jön Peckova vendégeknél. Jeffrey pedig büntetőzhet. Ha mind a kettő bemegy, akkor 20 pontos. Meg még utána a fél pálya is a Zalaiaké. Bent van az első. Ugyanezt a Jeffrey büntető. Ez pedig a második. Borzasztóan képzett játékos. És ő jön majd a félpályáról. Közben Gorjanácnak mutatta, hogy hova álljon. Kajzár, Hegedű Sőri Györgyi. Pavel, Gorjanác. Szabó Fanni harcol ki egy faltot. Gorjanác, ez pedig büntetőket jelent. Az első hosszú. Elérheti a 70 pontot az ETE találkozón. ...70-42 az állás. Aztán egy labdaszerzés. Nagy Dóra üldözi Jeffreyt. Nem igazán tudta megakadályozni, hogy kosarra szerezzen. Élvezi a játékot Janessa Jeffrey. 72-42, megint visszaáll a 30 pontos egerszegi különbség, vagy pontosabban egerszegi előny. Na akkor, amit már elkezdtem a harmadik negyedben talán, tehát az Zalasport hétvégi közvetítései. Holnap 13:30-kor az NB3-as labdarúgó mérkőzést közvetítjük majd Andrássydáról. 14 órától pedig női kézilabda lesz majd a második Zalasport csatornán, tehát itt azért átfedés van. Kiki eldöntheti, hogy melyiket nézné szívesebben. 18 órakor pedig már Körmenden leszünk, ahol majd a Nyugat-Dunántúli rangadót közvetítjük. Férfi NB1 A-csoportos kosárlabda mérkőzésről van szó. Tehát ez a szombati nap programja, vasárnap pedig délután 13:30-kor megy egy első osztályú foci meccs Teskándról,
Let's Do It Technról. Nemes Apáti összecsapás kerül majd Zalasport műsorára, illetve 16 órától pedig a ZTE MB2-es bajnokiát is adjuk. Nagy Dóra közben a labdával, 72-42. Peckova elvállalja és be is emeli. Nagyon-nagyon jó keze van Terraza Peckovának. Ez a negyedik hármas, amit beemel. 72-45. 4 perc, 15 másodperc van még a meccsből. Nem tudta Kojzár megjátszani Jeffreyt. Figyelt rá Burkholder. Hegeri Sőri Györgyi. És az is be pottyant. Egy löbbölt labda a gyűrű felé, ami aztán végül is bepattogott. Burkholder. Ez lejön. Jeffery pedig megmenti. 74-45. Kojzár. Jeffery. Hegeri Sőri György. Peckova mellett emelte föl. Egy picit erősre sikerült. Most lejön Nagy Dóra nagy lendülettel. Burkholder próbálta meg visszaszerezni, kiemelte a bolyból Havel. Gorjanác beemel egy hármast, Gorjanác Ágnes 9 pontnál tart. 8-at írnak a táblára, biztos, hogy 9-nél, mert ez a második triplája. Volt egy kettese még Gorjanácnak a második negyedben, illetve egy büntetője. Nagy Dóra csökkenti most a vendégek hátrányát, ő is átlépje a spontot ezzel. 76-47. 2 perc, 40 másodperc van még hátra a mérkőzésből. Marad a labda az egerszegieknél. És jöhet Jurko Noémi. Hegedűs Őri Györgyit váltja, nagy tapsot kap. Hegedűs Őri György is remekül játszott. Gáspár Dávid is megpaskolja a játékosát, megköszönve a remek teljesítmény. Kajzár pedig emberről dob egy duplát. 16 pontos Szigi Kajzár. Burkholder, Nagy Dóra. 78-47. Peckova, Burkholder, Kis. Lejárt a támadóidő, nem birtokolta még a labdát Pavel, ezért nem ítélték úgy, hogy az alaiakhoz került, még hard volt ott a földön. 2 perc még a meccsből. Jeff, Pavel. Jöhetnek a vendégek. A palánk mögöttig már készülnek majd az edzésre. Az Alakrámi az ETE KK Féri csapatának játékosai. Nagy Dóra. Kis, Peckova szépen adott egy falsot a labdának. Tehát az a Peckova, amitől aztán be tudta emelni ott a gyűrű alól szinte. Majd, hogy nem függőlegesen kellett fölemelnie. Jurko. Kojzár. Pavel. Nagy Dóra. Van induló ember. Nem tudta a lökés miatt bedobni Vukovszonya, viszont Gorjanác kap egy faltot, és neki is most már a negyedik hibája ez. Két dobás jön, 1 perc, 3 másodperc van még hátra a találkozóból.
Első picit hosszú. Márik bent van. Az utolsó percen belül jár most már, és vastapsot kap az Ete. Jeffery. És nem ment be. Nagy Dóra. Petrová. Nagyon-nagyon jó keze van, először mondom már a találkozón. 18 per 12. Már hátra fél perc, 78-52, Gorjanác, elindul még, Pavel szedi, nem tudta jól visszatenni, Burkholder kihozza a sűrűből, 10 másodperc még, nagy óra, rámeli, és még egy kiplát dob a végén, nagy óra. 78-55-re nyer az ETE.